Csináljak neki egy csöves kevés? Gyakorlatilag a V60 nem tudom, mennyire ízletnek. Én a v 60 az kifejezetten érdekes volt az éjszámomra. A presszó kávétól nagyon messze állt, de érdekes volt az, hogy mennyi variációs lehetőség van. És a French Press mennyire ízlett Hát azt a kollégiumban nagyon megszerették, meg ugyan tök elkészíteni, viszont nekem annak az ízvilága annyira nem jött be. Ez a kettő között lesz. Hallod a teszem? Aeropress a neve. Amerikai fejlesztés. Kettő csőből áll az egész, meg egy szűrő kosárból, Aha. amibe fogsz belerakni majd egy darab szűrőpapírt, vagy kettőt, vagy hármat, ezzel lehet kísérletezni. A lényeg, hogy gyakorlatilag Azért egyszerű ez az eszköz, mert belerakod a szűrőpapírt, rácsavarod, uh -huh. és akár így is meg lehet csinálni, több módszer van. Ide fogod belerakni a kávédat, uh -huh. a vizedet, uh -huh. majd fogod, ezzel átnyomod rajta a vizet. Ja, akkor fel se kell forralni hozzá. Fel kell forralni mindig a vizet. Ok. Tehát meleg vízzel dolgozunk, de hogy az egyszerű része az, hogy kávé és víz bizonyos áztatás után átnyomjuk rajta a vizet. Mm -hmm. Akkor az már nagyjából olyan lesz, mint egy presszó. Nem, hosszú kávé lesz inkább, hogyha a végső állagát akarod nézni, viszont annyiféle ízt ki tudsz ezzel a picike egyszerű eszközzel oldani, hogy világbajnokságot rendeztek belőle képzeld. Nem mondod, van, aki az a, ezzel versenyez? Azért szeretik a kollégisták, meg azok, akik sokat utaznak, ugye A-ból B-be, mert egy műanyag eszköz, és kell hozzá őrölt kávé, forró víz, meg egy pohár, amiben ki tudod nyomni. Igen, az egész műanyag. Látom, ebben nincs is semmi más, csak az a kis gumi. Igen. Pöcök az egész, szori, egy darab ilyen műanyag, illetve majdnem is papírfilter. Énlekes. Ez tényleg elég egyszerű. Meg ezt tűnik. a szertet olyan 15 ezer forint körül már eléred. 15 ezer forint? Kapsz már papírfiltert, papírfiltert megvetettél velem instant kávét, vetettél velem V60 szertet, vetettél velem kocsogós kávéfőzőt, vetettél velem French Press-t. Nem, ne, nem gondolod, hogy valahol nekik ne Hát figyelj, én azt hittem, hogy el is adod ezeket utána mindig az örlési finomsága elkezdhetsz játszani. Itt is az a lényeg, hogy egy durvább örlemény legyen, annyira ne legyen durva, mint a French Presshez használtunk. Talán a legközelebb a kotyogós Örleményhez hasonlít a dolog, de nagyon sokat lehet ezzel játszani, Ati, hogy én nem tudok neked egy exakt méretet mondani uh -huh. erre, e, hanem inkább azt mondom, hogy hasonló kategória, mint a, mint a kocsogúsnál. Tehát azt mondod, hogy igazából itt se tudom elrontani azzal, hogyha durvább vagy finomabb az örleménye? Más izeket fogsz kapni, uh -huh. fontos, hogy mennyi kávé, mennyi víz, ugye erről már többször beszéltünk, arányok, milyen hőmérsékleten használod a vizet, de elrontani nem fogod. Kávét fogsz készíteni vele uh -huh. minden esetben, más-más íz fog kiemelkedni. Én csak egy kávét akarok, de, de komolyan. Most a legklasszikusabb módszert fogom uh -huh. neked megmutatni. Emlékszel, hogy a V60-nál is átáztattuk a papírt? Emlékszem. Na, itt is csak ennyit megteszünk, mint elő munkálatok, hogy fogom, és a papírt egy bármilyen edényt használva, egyszerűen ide rárakom, és átáztatom. Erre miért is van szükség? Én nem szeretem a papír ízét elkészíteni a kávémba. Érdekes gurmé vagy te. Ha ez megvan, akkor ezt le is vehetjük, és egyenesen arra a pohára rakhatjuk rá, amiben majd készíteni akarod. Uh -huh. Most lehet belerakni a kávét. Mennyi kávét rakjak bele? Hmm, én azt mondom, hogy rakjál bele mondjuk 15-20 g között valahol, rád bízom. Én azt mondom, hogy ilyen 18 mit szólsz hozzá. Oké, okay. benne van a kávénk. És most én az izgalmas része, rá fogod önteni a vizet, Na, menjünk. milyen arányban. Rengeteg receptet használhatsz, én azt mondom, hogy annyira sok recept van, hogy már alkalmazást is találtam, ami Aeropress recepteket tartalmaz, mivel te egyetemista vagy, és gyorsan kell az infó, le lehet tölteni. Ilyen alkalmazást is utána lehet olvasni. Én most azt mondom, hogy rakunk rá, ez egy tuti recept, amit te hallottál. Nem tudom honnan, de nekem, nekem derengenek -e ilyen dolgok. Például hogy azt is olvastam, hogy ezt fel kell elönteni csutkára. Csút, uh -huh. Ilyet is olvastam, de azt is olvastam, hogy tök jó lenne mondjuk 18 g-hoz 220 g víz. Akkor nézzük meg az. Nézzük már meg. Jó, itt ugyanúgy, mint a V60-nál lehet játszani azzal, hogy először mennyi víz, megkevered, utána mennyi víz, de most, hogy a legegyszerűbb változatot mutassam meg neked, én hozzáadom a teljes uh -huh. vízmennyiséget, jó? Létezik az, hogy az is lehetséges, hogy fel kell önteni először 90 g vízzel, 34-szer meg kell venni várni 45 másodpercet, utána felönteni, még 100 g vízzel meg, meg kell várni megint 30-szal után megint várni, aztán felönteni, 220 g-ig levenni, 2-2-10-nél megfordítani, és slightly, gently pushing-val átnyomni, és uh, utána pedig még bypassolni. Mindent is lehet, kedves Attila, de most az egyszerűségre megyünk. Ezt csak úgy gondoltam most így hirtelen, hogy... Van egy ilyen recept példa. Felöntöttem a 220 grammal, megkevertem ezzel a kis fakácskával. Milyen érdekes, hogy ennek is ilyen, ilyen krémhab keletkezik a tetején. Érdekes, hogy ugyanezt csinálta a French press is, és még a V60 is. Igen, ugyanis ilyenkor elindul egy olyan folyamat, ami egyébként kell ahhoz, hogy a jó ízeid a végén teljesen ki tudjanak oldódni. Már csepeg le valami, de nem nagyon. Nem. Mennyi idő kell ennek, amíg ez elkészül? ez is teljesen változó, hogy mennyit hagyod ázni. Egy-két percet szokták hagyni, azért is, mert hogy durva örleménnyel ugye kell idő, hogy, a, hogy az ízek átjöjjenek. Ehm, úgyhogy én azt mondom egyébként, hogy esetünkben egy maximum egy percet várjunk vele, uh -huh. és utána szépen rárakod, és át kell nyomni egy egyenletes erővel. Uh -huh. És itt van az egy percünk, rárakod a felső részére ezt a gumit, és az a hogy egyenletes erővel nyomd. Ezért az alkarral szoktuk ezt eredni. Ne a, lá a lábammal, pludnáján. Szerintem hogy az alkarral is Alkarra. szépen egyenletes. Ne egy homlokom, alkarral. Látok, én soha nem csináltam még ilyet. Nagyon jól nyomod. Hmm. Ezek az első benyomásaim. és a sziszegést elérted, akkor tulajdonképpen... Peti, ez kigyó. Kész is vagy. Szépen levesszük. Itt a kávé. És kész a kávéd. Hát én nem számítottam. Ez nem Egyéb... volt, ként, nem volt túl bonyolult. Ugye? Tök egyszerű. Van a másik módszer, ezt fordított módszernek hívjuk, ha arra kíváncsiak vagytok, készítettünk már erről nektek videót, hogy hogyan lehet Aeropresszel kávét készíteni, úgyhogy csekkoljátok. Csekkoljátok, illetve rengeteg nagyon jó recept van a, a, az interneteken. Érdemes megnézni James Hoffmannak például, hogy egész videó sorozata van a, a az Aeropressről, nem véletlenül. Ez egy baromira közkedvelt kávékészítő eszközlet, amiből tényleg világbajnokság is van. És e, meg amatőr bajnokságok vannak, úgyhogy és, és, nem, és, pedig ez egy pár éves eszközről beszélgetünk, ami egy egy újkori invenció, ami szerintem még inkább izgalmasá teszi. Rengeteg variációja van, ezt szeretik benne az emberek. No de, Nézzük meg, ha én először iszom ezt a kávét, akkor viszont érdekel, hogy mit fogok ebben most érezni. Ennek érdekes módon édesebb illata van. Nem tudom most jobban megfogalmazni, mint volt a V60-nak, vagy a French press -nek. Édeskésebb Igen, ott olyan gyümölcsös -e savasságot éreztél, ha jól emlékszem. Igen, ott inkább, ott ilyen komplexebb volt a V60-nál, a French press egy kicsit olyan, ott már megint karcosabb volt. Eddig, ez tetszik? Na. Van teste, nem presszóhoz mérten, de van teste. Tényleg ez, ez ugyanaz a kávé, mint az előző videóinkban is használtuk, és ez most édeskésebb. Ezt nagyon jól mondod, egyébként pont ezért nehéz arra a kérdésre válaszolni, hogy melyik a legjobb kávékészítő eszköz, mert ahogy látod, egy kávét használunk, és ahány eszközzel megkóstolod, annyi féle ízt fogsz kapni, és még a receptekről nem is beszéltünk. Peti, már kezdtem már feladni, meg kezdtem kicsit... Kiábrándulni? Igen, volt fenntartásokkal kezelni ezt a videósorozatot, de most már kezdem érteni, hogy miért érdemes kísérletezni és próbálgatni ezeket a dolgokat. ha ti is úgy gondoljátok, hogy érdemes kísérletezgetni és próbálkozni a kávékészítéssel, akkor tegyétek, és iratkozzatok fel a csatornánkra, osszátok meg ezt a videót, hogy másokhoz is eljusson. És kommenteljetek nekünk, hogy nektek melyik jött be, vagy teszteltetek-e ugyanolyan kávét többféle eszközzel esetleg. Kövessétek a csatornánkat, mert jövő még több ilyet tesztel. Hamarosan. Sziasztok! Hello.